Sziasztok! Sziasztok! Ma egy olyan mexikói kaját főzünk, amihez mindent meg lehet kapni az összes boltban Magyarországon szerintem. És a főzés végére nagyon jó illat lesz a házban is. Mi a neve? Carnitas. Igen, carnitas. Tartsatok velünk! Milyen hozzávalók kellenek? Kell hozzá sertéslapocka. Ez csontos, de nem fontos csontos, ki fogjuk csontozni. Kell hozzá fokhagyma, babérlevél, mexikói oregano, de normál oregano is jó, fekete bors és egy narancs. És só. És só. És zsír vagy olaj. Így van, étolaj. Még végképp nem olívaolaj. Alap étolaj. De a legjobb a zsír. A legjobb a disznózsír, így van. Tartsatok velünk! Nagyon könnyű recept. Mekkorára szeretnéd a húsit? Olyan 5 centisekre. Ez? Négy. Uh-huh. És a zsírt hagyjuk? A zsírt hagyjuk, igen. Uh-huh. Ezt nem kell, ez direkt zsíros. Ez végül is egy konfittált disznóhús, amit nem hagyunk szárazpácban több napot, hanem csak besózzuk, befűszerezzük, betesszük a zsírba vagy az olajba, és főzzük 5 órát. A húst körülbelül 5 centis darabokra felvágtam, és egy edénybe helyezzük. És most következik a fűszerzés, amihez kell só. Úgy kell só, hogy rendesen besózzuk ezt a húst, ez sok hús, 1,5 kiló. Besózzuk az egyik oldalát, átforgatjuk, és besózzuk a másik oldalát is. Tehát, hogy egyenletesen sós legyen. Jól megmasszírozzuk. Igen. Elég nehéz ezt elsózni amúgy. És szépen elrendezzük a húsokat egymás mellé, hogy ne legyenek egymáson. Akkora edény kell, hogy a hús kitöltse nagyjából, mert akkor kevesebb zsiradékot vagy olajat használ az ember, és az kell hozzá, hogy ezt ellepje a zsiradék, mert végül is konfittáljuk ezt a húsit. Közé szóljuk a babérlevelet. Megtördelheted. Ilyet a fokhagyma. Így van. Meg kell törni a borsot mozsárral, durvára egy kicsit, és jöhet az oregano bele. Addig én megtöröm a borsot. Ez egy mexikói mozsár. Az a neve, hogy molcajete, csak végül is spanyolul mozsár. Ugyanúgy meg lehet ezt a borsot törni magyar rézmozsárban, vagy csak kalapáccsal, ahogy tetszik, de kb. Ilyenre kell, nem kell finomabbra. Felnégyeltük a paradicsomot. Ami narancs! Igen, ami narancs. Kráfocsoljuk a levet, és a héjat így ide közé szurkáljuk. Neked nagyon jól megy a facsarás. Szerintem Magyarországon, de azért erősíts meg ebbe, hogy oregano van. Szárított biztos. Szárított biztos, ebbe szárított kell. Narancs van, só van, fokhagyma van, és egész bors is van. Igen, és lehet mexikóit főzni. Könnyen lehet mexikóit főzni. Ehhez a kajához a köret, általában tortilla, de ha nincs tortilla, nem gond, nyugodtan lehet rizssel fogyasztani, krumplival, kinek mi ízlik. Még ami köret megy hozzá nagyon jól, az a guacamole, az egy avokádókrém, de az sem muszáj. Savanyított vöröshagyma is nagyon jól megy hozzá. Végül is ez egy pecsenye, úgyhogy úgy kell fogyasztani, hogy kinek mi ízlik hozzá, azt tegyen hozzá. Megtörtént a fűszerezés, és ráöntjük az olajat úgy, hogy csak egy kicsit ellepje. Ne fedje fel egy centi vastagon ez az olaj, csak ellepje. Mert még ebből fog zsír kisülni. Így van. Jó zsíros. Miután rajta lett az olaj, lefedjük, és betesszük 275 Fahrenheit-os sütőbe. 140 fok, kb. Maximum, ja. De leírjuk a receptet szerintem európaiul, normál mértékegységgel. És meddig sütjük?
és minimum 3 órát sütjük 275 Fahrenheiten, utána kitakarjuk, levesszük a fedőt, és feljebb húzzuk a... megforgatjuk, feljebb húzzuk kicsit a hőfokot, és hagyjuk megbarnulni. Eltelt 4 óra. Durván. És 4 órát konfittálódott jelenleg az 1,5 kiló sertéshús a sütőbe, 275 Fahrenheiten, és most kivesszük, letakarjuk, felhúzzuk a sütőt 450 Fahrenheitre, és visszatesszük 45 percre. Ó, az jó sok 450. Most azért, hogy szépen barnuljon meg, mert ez most nem lesz barna. És 45 perc után megfordulgatjuk, és megint visszatesszük. Ja, akkor most nem forgatod meg. Most nem. Csak leveszed a fedőt. Így van. Oké, ess neki. Oké. Ilyenkor meg is nézhetjük, hogy mit csinál. Látjátok, ez így ilyen szépen itt-ott van egy kis buborék az olajban, meg a zsírban. Ez most nem annyira étvágygerjesztő, de mindjárt az lesz. Felhúzzuk a sütőt. Négy 150 Fahrenheitre, és megy be a sütőbe ez megint. Ez olyan lassú kaj, hogy reggel pizsamába kell betenni, sülni, és ebédre készen van. Vagy vacsorára. Visszatérünk. Vissza. Megint rajtam a kesztyűk, eltelt 45 perc, most kivesszük és hagyjuk kihűlni. Amúgy ez a kaja, a carnitas, jobb, ha zsírjában kihűl, és aztán másnap eszik, akkor még ízletesebb. De mi talán vacsira fogjuk fogyasztani. Uh-huh. Egy kis guacamole-val, és megmutatjuk a guacamole receptünket is. És lehet enni babpülével, mexikói babpülével, meg savanyított ecetes lilahagymával is. És úgynevezett zöld szósszal, ami amúgy salsa verde, az a zöld szósz, ami tomatillo és chili paprika, a csípős paprika, meg hagyma keverék. Az a tradicionális guacamole, salsa verde, ez a kettő kukorica tortillán. És aztán hozzá, amit akarsz. De mindez nem muszáj, ez a hús magában is nagyon-nagyon finom. Egy kis rizssel. Krumplival. Krumplival. Ami a ízlik. Olyan, mint a pecsenye. Csináljátok meg ti is. Jó étvágyat hozzá. És mindjárt készítjük a guacamolét. A guacamole, amit mi készítünk, nagyon alap guacamole, ami szuper. Nem kell hozzá nagyon sok minden. Többféleképpen el lehet készíteni a guacamolét. Ezek az alapok. A halapenyó helyett lehet használni serrano paprikát például, ami kisebb, úgy néz ki, mint a halapenyó, és kicsit csípősebb. Lehet használni habanyérót, ha akarsz, ha nagyon csípősen szeretnéd. Lehet hozzáadni a zöld szalsza helyett piros szalszát. Vagy paradicsomot. Friss vagy paradicsomot. Lehet hozzáadni mangót. Lájmot is szoktak. Uh-huh. De mi nagyon egyszerűen készítjük. A guacamoléhoz szükségünk lesz avokádóra, ami jó puha, élet. Kell fehér hagyma, vagy vörös hagyma, halapenyó paprika, ami csípős paprika, házi zöld szalsza, vagy jó a bolti is, hogyha az van, só, és kell friss korianderlevél. We'll be right back.
Akkor elsőnek oda tesszük a hagymát, kicsit összetörjük, egy kis só, ez olyan egy evőkanál, szerintem az elég is lesz. És ez azért jó, hogy így nagyon pépessé tudjuk törni a hagymát a sóval, mehet rá a paprika. És ezt addig kell törni, ameddig tetszik a textúrája. Tehát, hogyha valaki szeretne nagyobb paprika és hagymadarabokat benne, akkor nem kell sokáig dolgozni ezzel. De hogyha olyan krémessé szeretné a guacamoléját, akkor jobb péppé zúzni. Én most fogom beletenni a szalszát, de az általában a szalsza, az később jön bele. Mivel nekünk a szalszánk ilyen nagy darabokban van, azért teszem bele most, hogy még összetörjem ezt is kicsit. De általában az avokádó után jön bele. És akkor ez szerintem így jó is lesz. Na most nagyon finom az íze. És mehet bele az avokádó. És én mondjuk úgy csinálom a legegyszerűbben, hogy csak belenyomom az érett avokádót. Ha az avokádó kemény, akkor ezt nem lehet megcsinálni, de kemény avokádóból nem jó, nem lehet guacamolét készíteni. Ez az érett avokádó, kb. Így néz ki. A magot meg úgy szoktam kivenni, hogy a kést beledöföm, így, és kint a mag. És hogyha így nyomom bele az avokádót, akkor aztán könnyebb szétdolgozni a mozsárral is. És akkor ezt ugyanígy megcsinálom még két avokádóval. Na és most mehet bele a koriander zöldje. Ez nem mindenkinek jön be. Valaki szerintem úgy érzi, hogy ez ilyen szappanos ízű. És hogyha az, akkor nyugodtan hagyjátok ki. Ez olyan, hogy ez egy sós avokádó krém. Aztán azt teszel bele, amit szeretném. Nincsen biblia. Na és akkor meg lehet kóstolni. Hát szerintem ez nagyon finom. Nem kell hozzá több sót adni szerintem. Nem csípős, kicsit sós, kicsit savanykás, kicsit hagymás. Finom. Elkészült a guacamole, így néz ki. Nagyon finom lett. De szerintem főleg azért, mert abból a házi zöld szalszából készítettük. Amit én csináltam. Amit ő készített. Receptet is tudunk adni, csak Magyarországon szerintem a tomatillót nem tudom, hogy mi az, nem tudom, hogy meg lehet találni. Szerintem a egreshez van köze, mert olyan, mint a fizálisz, van olyan, hogy fizálisz? Van. Úgy néz ki, mint a fizálisz, csak nagyobb. És zöld nem sárga. És zöld nem sárga, ez így igaz. Na, elkészült. Ez amúgy nagyon közkedvelt itt, az Egyesült Államokban, ez a szósz, tortilla chipshez. Szokják adni, sörrel, tortilla chipszel, ez fantasztikus előétel. Egy-egy étteremben az asztalnál készíti el a pincér, hogyha megrendeled. Egész jó. És itt
Ehhez a kajához, a carnitashoz általában úgy eszik, hogy kukoricatortilla, kis kukoricatortillába teszik a húst, a húsra rárakják ezt, raknak még rá zöld szalszát, amit tettünk ebbe is bele, és rakhatnak rá még mást is, például savanyú lilahagymát. És friss koriandert. Friss koriandert. Vagy bármi mást, ami tetszik. De hát oké, ilyenek a szokások, de mást is lehet hozzáadni. Reméljük, hogy tetszett ez a kaja. Amúgy ez nagyon-nagyon finom. Próbáljátok ki, ha tudjátok. Talán mindent lehet hozzákapni Magyarországon. Igen, szerintem. És, ja. Szóval írjátok meg, hogy ízlett, ha kipróbáljátok. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!